Elfogadták Dombrád 1 milliárd 700 millió forintos költségvetését. A foglalkoztatás és a munkanélküliek számát tekintve hátrányos helyzetűnek számít a város, azonban számtalan beruházás és fejlesztés segíti a településen élők mindennapjait, és a témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban maga Dombrád polgármestere, Kozmánikasza Veronika. Kezdjük sokan, köszönöm, hogy itt van nálunk. 1 milliárd 700 millió forint. Ez azért eléggé jelentős pénzösszeg a többi kisváros költségvetését, hogyha tekintjük. Én is úgy gondolom, az 1 milliárd 10 millió forint a működést tartalmazza, és a majd 700 millió forint pedig a fejlesztésekre fordíthatjuk, és hát örömömre szolgál, hogy már az első fordulóba elfogadta a képviselőtestület a költségvetést, ugye február 15-éig beterjesszük, a korábbi években így is tettünk, de most úgy gondoltuk, hogy nagyon letisztulta a költségvetés, a számadatok, és hogy egy fordulóba el tudjuk fogadni. Ezt megelőzően elfogadtuk a közös önkormányzati hivatal költségvetését, mert két szomszédos településsel közös hivatalban működünk. Elfogadta a roma nemzetiségi önkormányzat a költségvetését, és megtárgyaltuk a miénket, és első fordulóba sikerült, és most nagy lendülettel kezdjük a munkát. Hogyha jól tudom, akkor ugye egy 4000 fős kisvárosról van szó. A bevételek azok honnan származnak főként? 4200 fős kisváros Dombrád, egy csodálatos tiszaparti kisváros, és a bevételek ugye hát nagyobb részt az állami támogatások, de nagyon igyekszünk egyébként a bevételeinket kiegészíteni azáltal, hogy ugye 54 millió forint az, amit közhatalmi bevételekből tudunk, 40 millió forint az iparüzési adóból van nekünk kommunális adó, ami 6000 forint lakásonként, és hát ezt követően pedig mezőgazdasági termelést is folytatunk a közfoglalkoztatottainkkal, és start mint a programba dolgozunk, és erdőgazdálkodást 15 hektáron termelünk, és hát ebből is próbáljuk. Aztán még ilyen, hogy nem csak, hát ilyen, hogy strandbelépőkből, bérleményekből, hatósági húsbolt bérlete volt, vagy ilyen dolgokból, művelődési házba, termek kiadásából, és hát úgy gondoljuk, hogy ebből is összecsorog, azért igyekszünk egy kicsit, hogy nem csak az államra támaszkodva, hanem mi is dolgozunk azért, hogy több bevételünk legyen. Tehát akkor azt azért elmondhatjuk, hogy főként pályázatokból jön össze ez az 1 milliárd 700 millió forint, és akkor ez jut fejlesztésekre is, mint például ahogyan az új városházát is építik, hamarosan át is adják. Igen, két évvel ezelőtt pályáztunk, és sikerült is 200 millió forintot, mert hogy a mostani városháza több mint 100 éves épületbe működik, nagyon szépen felújított, karbantartott, de úgy gondoltuk, hogy a városközpont egy kicsit újuljon meg, és hogy oda helyeztük el területet, vásároltunk saját területet hozzácsatolva, és hát egy nagyon szép, modern, impozáns külső megjelenésébe egy városházát fogunk most a tavasz folyamán átadni, és úgy gondolom, hogy a mostani működő városházánkba a rendőrőrs átköltözik, és elvégzünk ott további parkosítást, tereprendezést, virágosítást, akkor meg fog ott újulni. A szomszédságban van egyébként a művelődési házunk, és hát arra is sikerült energetikai korszerűsítésre 80 millió forintot nyernünk egy toppos pályázatból, ez a területi operatív programból, és úgy gondolom, hogy akkor teljesen más küllemet fog kapni ott a városközpont, és hát ez nagy örömömre szolgál. Van lehetőség arra, hogy további intézményeket újítsanak fel? Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 10 évben megújultak az intézményeink. Gondolok itt a iskolákra, gimnáziumra, egészségügyi központra, kormányablakra,
de egy új óvoda szárnyat szeretnénk, mert hogy az is egy régi épületben működik, és még kevés a forrás. Területi operatív programból kaptunk a 7 csoportra, de még benyújtottuk a minisztériumhoz a többletforrás igényünket, és hát remélem, hogy ha nem is azt a 30%-ot, amit kértünk hozzárendelni, de ha egy részét megkapjuk, akkor el fogjuk tudni kezdeni a óvoda építését is. És ha jól tudom, akkor városrész rehabilitáció is szerepel. Igen, hát a 4200 fős kisvárosunk 20%-a a roma lakosság, és elkészítettük az integrált települési stratégiát, és ugye kiderült ott, hogy hát két utcát szegregátumnak minősíthetünk. És elhatároztuk, hogy pályázunk, és a leromlott városrész rehabilitációját, amelyik egy 170 milliós forrás, ebből megújítjuk azt a városrészt. Itt közösségi házat építünk, ahol mosoda kap helyett, és polgárőrségi iroda, egy ilyen közösségi tér, és ebbe a programba fog épülni. Két új bérlakás, egyet felújítunk, de már a szegregátumon kívül, hogy ott három lakást majd megszüntetünk, és hát új korszerű lakásokba költözhet majd három család, de ezen kívül van egy fél hektáros közösségi kert, ahol együtt fogunk majd termelni, aztán egy szép nyitott közösségi tér, ahol játszótér kap helyett, filegória, hát ilyen pihenésre alkalmas nyitott közösségi tér lesz az ott élőknek. És még az egyik legfontosabbról nem is beszéltünk, ez pedig ugye Dombrád egyik olyan része, ami lévén, hát főként ugye a megyebeliek ismerik, ugye Dombrádot, ez pedig nem más, mint a Tiszapart. Hogy itt vannak-e valamilyen kiúrási, fejlesztési lehetőségek a turizmus tekintve? Hát hogyne. Nagyon büszkék vagyunk a folyónkra és a Tiszaparton lévő üdülőkre. Több mint 130 üdülő van, és úgy látjuk, hogy most hullámtérben vannak ugyanaz üdülők, és új építésre nem kaphatnak engedélyt, de a meglévőknek a vásárlásával, felújításával azért egyre komfortosabb, színesebb lesz, és szabadstrandot működtet az önkormányzat. Nekünk itt szükséges volt szociális blokknak a kialakítása, ami egyébként konténeres épület lesz. Ugyanilyen konténeres lesz a kölcsönzőház is, de egy nagyon szép kivitelbe készülnek most már ezek a konténeres épületek, és úgy gondoljuk, hogy ezeket meg is fogjuk tudni valósítani már a tavasz folyamán. A kölcsönzőházba lehet majd kajakot, kerékpárt kölcsönözni, ott lesz egy szép parkoló a 21 gépkocsi elhelyezésére, és itt egy ajándékbolt fog működni. Aztán rekordtámpája, játszótér, és hát nem ehhez a projekthez, ehhez a 96 milliós projekthez kapcsolódik, de ugye két évvel ezelőtt, 22 év után a kompjárat elindult Dombrádon, és hát a Maharttal kötöttünk egy háromoldalú megállapodást, Cigándi önkormányzat, Dombrádi és a Mahart, és hát együtt működtetjük a kompot, és egy kis hajó kikötőnek az alapjait már leraktuk mi Dombrádon már 3 évvel ezelőtt egy pályázati forrásból, aztán most úszómű kerül rá, és úgy gondolom, hogy akkor az zempléni részt is, és hát Tokaig a kis hajóval ugye lehet kirándulni, aztán úgy gondolom, hogy kedvelt lesz ez, hogy az üdülők számára is, és az ide látogatók számára is. Így legyen, kíváncsian várjuk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, a polgármester asszony. Köszönöm szépen.